Sziasztok, üdv újra a csatornámon, én Anikó vagyok, és ma egy aktuális kedvences videóval jöttem nektek. Remélem, hogy tetszeni fog. Nem hoztam ide nagyon sok terméket, de ezeket imádtam. Sőt, még van egy olyan kedvenc is, ami nem is az enyém, hanem Gáboré, de imádtam rajta, úgyhogy remélem, hogy érdekelni fog titeket ez a fajta videó. Kezdjük is el. Nos, ami így a Gáborral kapcsolatos kedvenc, az egy szakállápoló olaj és egy parfüm, aminek ugyanaz az illata, mármint hogy ugyanaz a termékcsaládba tartozik. És ez pedig nem más, mint a Prorazónak a Wood & Spice nevezetű termékcsaládja. És ezt nagyjából évek óta használja az ő barbere, a Gábornak a szakállán, és annyira nagyon-nagyon-nagyon tetszett mindig rajta, amikor hazaért a fodrásztól, hogy mondtam, hogy ezt be kell szerezzük, és nagyon sokáig ezt a prorázós, úgyhogy ezt a fajta szakállolajat használta belőle az ilyen balzsamot, és meg ezt az olajat is, úgyhogy nagyon-nagyon szereti. Nem a legolcsóbb, én ezt Nutinóról szoktam beszerezni, de zseniális illata van, szóval ez az az illat, amit megérzek, és így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik rajta. És mikor megláttam, hogy ebből parfüm van, akkor azt mondtam, hogy ezt muszáj beszereznie, mert hogy mondtam, nekem ez a kedvenc illatom rajta, és igaz, hogy ez egy kolón, szóval nem a legtartósabb illat, és nem a legerőteljesebb illat, de hogyha a kettőt így kombinálja az ember, szóval fölteszi ezt a szakállápoló olajat, és akkor így ráfújja a parfümöt, akkor zseniális, és egyszerűen ez az illat, szerintem egy ilyen nagyon erős, maszkulin, férfian, úristen, szerintem a legjobb ilyen egyszerűbb és frissebbnek mondanám, de közben Wood & Spice, szóval egy ilyen fűszeres, fás illat, leírhatatlan az az illat, nagyon-nagyon szeretem. Ez a 100 ml-s ilyen, hát kölni víz talán, szóval tényleg nem a legtartósabb, 12 000 forintba kerül, de amúgy nem azt mondom, hogy nem tartós egyáltalán, nagyjából egy ilyen fél napot kibír rajta. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ezeket én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem rajta. És ha már parfümöknél tartunk, akkor a legújabb kedvencem azok a Jodaima parfümök. Ezeket én a hét elején szereztem be, szóval tényleg nagyon friss az élmény. Nem is tudom, hogy hol olvastam, hol láttam, valahol így szembe jött velem az interneten, és úgy voltam vele, hogy muszáj őket kipróbálnom, azért meg is vettem őket. Ha valaki szegedi és érdekli, hogy én hol vettem, akkor elárulom, hogy a Mérei utcában vettem a Frézia virágüzletben. Ezt nekem írta valaki még Instagramon, amikor megkérdeztem, hogy hol kapható itt Szegeden, mert nem akartam rendelni így 1-2 000 forintos összegben, meg még postaköltség, úgyhogy szerettem volna megiszagolni őket, meg így postaköltségmentesen személyesen megvenni őket. Én 2 kis 15 ml-set vettem, az egyik a Chante, más meg a Sophisticate. Ez a Chante, ez a Chante, ez a Chanel Mademoiselle-nek a hamisítványa. Ilyen kis cuki kis üvegben van, de nem ez a lényeg, meg nem az a lényeg, hogy hamisítvány, mert persze hamisítvány, de hogy úristen, ez a parfüm. Én már próbáltam ilyen hamisítványokat, meg amik hasonló, mint ez, meg hasonló, mint az, ilyesmi, olyasmi, de ha mi ennyire tartós lett volna, és ami ennyire nagyon durván hasonlít az eredetihez, olyat még soha nem próbáltam, és ez nem fizetett promóció, ezt én vettem a saját pénzemből. Nagyon durva, szóval ez a Chanel Mademoiselle-nek, ez a Chante, ez a Chanel Mademoiselle-nek a hamisítványa, a Sophisticate pedig a Dolce & Gabbana-nak a The One hamisítványa. Vagy nem akarok hamisítványt mondani, mert az annyira csúnya kifejezés szerintem. Mind a kettő nagyon-nagyon-nagyon hasonlít az eredetihez. Nem azt mondom, hogy 1 000 000%-os, de azt mondom, hogy 99,9999%-os. A tartóságuk sem olyan, mint az eredeti, szóval azért ne várjuk, hogy egy 1500 forintos kis parfüm majd olyan lesz, mint a 30 000-es, de hogy tartós. Hogy Gábor még a nap végén is érezte rajtam, és még én is fürdés után is éreztem magamon ezt a Chantét, ezt legjobban, de ezt a Sophisticatet is éreztem magamon, és szerintem újra fogom őket venni, vagy még kipróbálok egyet-kettőt így másfajta illatokból is, mert a The One az pont elfogyott. És mostanában nem találtam akcióban,
És volt is parfümöm, és úgy voltam, hogy most nincs kellem 20.000 forintot kiadni egy parfümre, de hiányzott a kollekciómból, úgyhogy most ezen keretein belül most pótoltam. Aztán van itt, ha már illatokról van szó, akkor lett egy gyertya kedvencem is, mégpedig a Yankee Candle-nek a Bright Copper Kettles nevezetű nagy illatgyertyája. Egyszerűen a tökéletes illatgyertya. Szóval, hogy égés ügyileg is, illatügyileg is, performance ügyileg is, egyszerűen zseniális. Ez én akcióba fogtam ki a Notinon, és nem tudom, hogy elérhető-e még. A Yankee Candle hivatalos magyar webshopján, az illatgyertya.hu-n már nem láttam. Én ezt a Notinon vettem akcióban, azt hiszem, hogy 6000 forint volt, de nagyon-nagyon-nagyon megéri. Egy semmi extra illat egyébként, viszont ahogy mondtam, gyönyörűen ég, gyönyörűen húzódik ki a viasz, egyetlen egy gram, milligram, nem tudom milyen gram felesleget nem hagy maga után. Nagyon erős, szóval meggyújtom, és 5 perc múlva már az egész lakásban ilyen illat van, ami pedig egy ilyen fahéjas, szegfűszeges, fűszeres, erős őszi illat, és nekem most erre van szükségem. Úgyhogy hiába van ráírva, hogy friss, vagyis fresh, így a kis címké alapján erre van bekategorizálva, de amúgy szerintem ez egy erős, fűszeres illat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. És szöges ellentéte lett a szöges ellentéte lett ennek az illatnak egy másik illat, mégpedig a seavajas illat a Yankee Candle-től. Nem is tudom, hogy hol szagoltam ezt legutóbb. Ja igen! Azt hiszem, hogy a Notinónál kaptam ajándékba egy ilyen kis mintát. Nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg, hogy be is szereztem belőle 3-at, az egyiket most éppen égetem, meg még itt van 2, mert ez egy álom. Ez egy nagyon egyszerű illat, ez egy nagyon tisztaság illat, de közben meg krémes, és édes, és finom, de semmi tolakodó, semmi extra. Majdhogy nem az utóbbi. Egy-két alkalommal, amikor jöttek vendégségbe, akkor csak ezt raktam be, mert hogy volt olyan, aki mondjuk nem preferálta az ennyire erős illatokat, és kérdezte, mi ez a szag, és őt egy picit zavarja, úgyhogy el kellett oltanom, mindegy, őt nem is hívtam meg többet hozzánk, és megszakítottam vele minden kapcsolatot. Nem, vicceltem. De hogy elfogadom, hogy valakinek az nagyon erős, úgyhogy ezek ilyen nagyon kis kellemes, nagyon kis könnyed illatok, és majd, hogy nem belekerült a top 3 kedvenc illatomba, mert annyira nagyon-nagyon kis könnyű, egyszerű illat, és amikor semmihez sincs kedvem, de azért szeretném, hogy jó illat legyen a lakásban, akkor ezt beteszem. Oksika. Na, aztán van itt hajápolás. Jó, ezen gyorsan átesünk. Ugye tudjátok, hogy levágattam a hajamat, és hogy új hajszínt kaptam. Nagyjából újat, mert ugye ez a világosabb szőke volt mindig is a terv, hol sikerült, hol nem, hol besárgult, hol nem. De hogy az utóbbi időben ezt a Balea ezüstös, hajigérő, hamvasítós sompont és balzsamot használtam, és egész jó. Szóval nem azt mondom, hogy a leges-leges legjobbak, viszont azt leszámítva, hogy az utóbbi egy évben mennyi-mennyi drága sampont kipróbáltam, ahhoz képest ezek zseniálisak. Szóval én próbáltam már 4000 forintos hamvasítót is, és ezek így kb. Kiütötték azt a darabot. Ugye én úgy vagyok vele, hogy egyelőre ezek tök jók a hajamnak. Ez a balzsam nagyon érdekes, mert azt hiszem is, hogy ez egy picit jobban segíti a hamvas hatást, mint a sampon. A sampont is egy pár másodpercig, pár percig hagyom a hajamon, a balzsamot pedig ilyen 2-3 percig, de hogy szép az esése, tetszik így a minden, amikor hosszabb volt a hajam, akkor is nagyon szerettem, tényleg kicsit elvett a sárgaságból, nem azt mondom, hogy teljesen lehamvasította a hajamat, mert egy idő után már a szőke festés az mindentől el tud már sárgulni, de hogy ezek életmentőek, és most ezek a kedvenceim. Aztán van itt sminktermék, hoztam ide 4 darabot, aztán sminktermékek, és nem is lesz olyan nagyon hosszú ez a videó, sminktermékek közül ide hoztam nektek 2 szájfényt, mégpedig az Essence-nek ezt a Plumping Nudes kiadásos szájfényeit. Ebből nekem megvan a 05-ös és a 0... Úristen, nem tudom, mert lekopott.
teljesen lekopott, szerintem ez a 0-1-es, azt hiszem. Árnyalatokat, zseniálisak, szerintem így árérték arányban a legjobb szájfények. Szerintem nincs szüksége az embernek több ezer forintos szájfényre, ha csak nem valami olyan extra, hiper, szuper, duper, nem tudom micsoda, hogy az ember nem tud neki ellenállni, de hogy ezekkel bőven megelégedhet az ember. Szép a fényük, szép színekben van. Ami egy szájfénytől elvárható tartóság, azért úgy mondom, hogy tartós, nem olyan nagyon ragadós, nem is vizes, hanem egy ilyen tökéletes állaga van, úgyhogy ezt nagyon tudom nektek javasolni. Ez a kis világos kis árnyalat, pedig aztán meg, amikor nincs is kedve az embernek semmit felkennie, még akkor is nagyon-nagyon-nagyon jó. Mutat az ember ajkai minden sminkhez, minden alkalomra. Aztán idehoztam a kedvenc kombinációmat, ami pedig egy bronzosító és egy pirosító, mégpedig a bronzernek, a The Balm-nak a Bahama Mama pirosító, mégpedig a bronzernek, a The Balm-nak a Bahama Mama bronzosítóját hoztam ide, ami régi nagy favorit, viszont nagyon sokáig nem tudtam normálisan használni, rengeteget vittem föl belőle, és nagyon csúnya lett a végeredmény, most is ezen egyébként rajtam, és megtanultam, hogy melyik ecsettel tudom a legjobban felvinni, és milyen mennyiségben, és hogy építsem, hogy ne építsem, mennyi a tökéletes, úgyhogy nem írtam le. Volt, hogy szerettem, volt, hogy nem szerettem, az utóbbi időben nagyon szerettem, főleg ezzel a pirosítóval, ami a MAC-nek a Pinch Me árnyalatú pirosítója. Nem vagyok egy nagy megpirosítós, szerintem nem a legjobb minőségű pirosítók, nem a legtartósabbak. Volt már egy másik, az egy matt pirosítóm volt, az nagyon nem jött be, nem volt elég pigmentált. Ez az egyetlen megpirosítóm jelenleg, és ez meg 100%-ban bevált, és szerintem ez a szín, ez nagyon jól is áll nekem. Ez egy ilyen téglás, sötét, hát nem is tudom. Tégle, nem tudom, tényleg, most is ez van itt a kis almácskáimon, úgyhogy nekem ez nagyon bevált, tartós, egész nap ott van, úgyhogy ezt én tudom ajánlani a MAC-től, de úgy kísérletezni más színekkel annyira nem érzek készítést, na, ez a lényeg. És aztán az utolsó sminktermék, az egy visszatérő kedvenc, vagyis hát, hogy mondjam, régen mondjuk nem volt ekkora kedvenc, de az utóbbi időben ezt is megtanultam használni. Ez a Dermacol-nak az alapozója, amit én nem alapozónak használok, hanem korrektornak. Arra viszont zseniális. Teljes arcra nagyon-nagyon sok, túl sok, egyszerűen viselhetetlen. Én ezt mondom, ha valakinek ez jó a bőrtípusának, és tudja alapozóként használni, akkor oké, nem azt mondom, hogy ne használja, csak én javasolni nem tudom, mert nagyon erős, nagyon vastag, nagyon-nagyon. Én a szem alatti karikákra szoktam használni, illetve az államra, például most is jön itt elő egy patlanásom, és gyönyörű szépen elfedi, akkor ide is szoktam felvinni, mert nagyon szépen elfedi a pórusokat, de közben meg nem tömíti el, viszont nagyon erősen kell fixálni púderrel, mert hajlamos mozogni, illetve ez a kiszerelés nagyon gagyi, hogy ilyen fém valami, mert hogy nem tudom, látjátok-e a kezemem, de hogy folyik egyfolytában, úgyhogy nem a legpraktikusabb itt táskába bedobósnak, meg utazáshoz, és biztos, hogy össze fogom kenni most a fehér pólómat, de amúgy meg szerintem nagyon-nagyon szuper, a legszuperebb szem alá, de nagyon-nagyon-nagyon kell fixálni, és inkább békingeléssel kell fixálni, szóval ott kell hagyni a púdert, így kell állni egy pár másodpercig, mint a hülye gyerek, hogy normálisan megkössön, és hogy ne száradjon bele, és ne békingeljen bele a kis ráncokba, de amúgy meg szerintem tök jó, ha az ember kikísérletezi, hogy válik be neki. Ja, és ennyi lett volna, egyetlen egy dolgot mutatok még nektek, ami igaz, már lehet, hogy nem a legaktuálisabb, de ha esetleg valaki most akar elutazni melegebb helyekre, meg majd nem tudom, télen akar utazni, akkor ez egy nagyon jó haverja lehet. Társa lehet, hogyha esetleg olyan hülye, mint én, és úgy leég, hogy egyszerűen élni nem tud majd a bőrében. Mert hogy legutóbb, amikor oda voltam strandolni, olyan szinten leégtem, hogy szó szerintem égési sérülést szenvedtem. Mert hogy
égett, szúrt, viszketett, minden bajom volt a hátamon, ugyanis én bekentem magamat 50-es napvédővel, viszont nem kentem újra, és nem éreztem, hogy olyan meleg lenne, nem éreztem, hogy annyira tűzött volna a nap, pedig de, és pont a legrosszabb időben voltam kint, ami hatalmas nagy felelőtlenség volt, és ezek után megfogadtam, hogy én soha az életben nem fogok így kimenni a napra, csak fehér pólóban, hosszú fehér pólóban fogok kimenni a napra, mert hogy nekem nagyon világos bőröm van, és nagyon nem bírja a napot. Szóval, nagyon leégtem, és az egyetlen, ami megkönnyebbülést hozott, az a Panthenol SOS spray. Nem a legolcsóbb, tudom, és nagyon fura érzés, meg ragacsos, meg az ember így hogy fújja föl, de még mindig ez a legjobb megoldás. Nehogy tejföld kenjetek a hátatokra, bár én úgy voltam vele, hogy úristen, tök mindegy, hogy mit, csak valami enyhítse a fájdalmat és az égő viszkető érzést. Nem bírtam napokig aludni emiatt, szóval tényleg nekem nagyon durván leégett a hátam. Mindegy, nem ragozom tovább, a lényeg, hogy ez volt az, ami az első másodperctől kezdve a húzódó, égő, feszítő, szúró, viszkető érzést enyhítette. Na mindegy, nekem ez nagyon bevált, most már hámlik legalább a bőröm, úgy nézze ki, mint egy, nem tudom, mint egy kígyó, mert így megvakarom, és így a fél bőröm legyen, de mindegy, nem akarok ilyenekkel traktálni titeket, meg ilyen undorítóságokkal. Na, lényeg, hogy ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha jön, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve írjátok meg, hogy nektek mi volt mostanában a kedvenc terméketek, és remélem, hogy csodaszép napotok volt, vagy csodaszép napotok lesz, hogyha ezt így a reggeli készülődés folyamán nézitek. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!